akkor is. Látod, mit nem szállam van? Felvetted? Fel! Légy szíved, jön meg. Hát mit akarsz azzal a baba pillangóhálóval? Meg a felvétel. Megy, megy. Szevasztok, gyerekek! Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Én Nemes Máté vagyok. És egy újabb rész következik. Itt van velem a barátnőm. Mindig azt mondom, hogy asszony, most azt mondom, hogy barátnőm. Szóval, hát féderbotokat hoztam ismét, de van nálam amúgy pergetőbot is, de nem hiszem, hogy pergetni fogok. Meg van nálam úszós csukázóbot is. Szóval, még lehet, hogy egy olyat is be fogok dobni, hogyha nem fogja adni a békés halat. Hát a mai nap folyamán kárászokra, keszegekre számítok. Mint ahogy ez a csatorna nekem mindig adja, hát javarészt a kárászokat, elég szép kárászokat. Köszönöm szépen a 2000 feliratkozót, mire ez a videó kikerül, szerintem már ilyen 2100 körül leszünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feliratkozásokat, a támogatást, a lájkokat, a kommenteket, nagyon királyok vagytok. Szerintem egy nagyon remek kis közösség összejött itt a csatornámon, tele jó emberekkel, aminek nagyon örülök. Kommenteljétek nyugodtan, mindig egy kis endorfin hormont termel a testem, mikor meglátom, hogy egy jó pozitív komment érkezett. Szóval nagyon királyok vagytok, nagy pacsi nektek. Meg fogom mutatni az úszós csukázó felszerelésemet. Szóval ezt a videót fogjátok most látni, remélem tetszeni fog. Ha tetszik, akkor már mindenféleképpen dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogy segíts nekem a munkámat. Köszönöm szépen, ha ezt megteszed. Szóval tartsatok velünk, és kívánjatok sok sikert. Egyébként én egy féderbottal csukázok. Én féderbottal szoktam csukázni, sülőzni, bojlizni, minden. Na, viccet félretéve, legalább egy 30, de inkább 35 vagy 40 grammos ilyen gömbtestű úszót ajánlok amúgy ehhez. Ugye ez azért jó, mert kishal nem tudja lehúzni, és ezen egyébként jól látszanak a kapások is, a nagyobb sodrásban is jók ezek az úszók, mint a kisebb társai. Ezt többféleképpen rögzíthetitek, de én egy ilyen fix kapocssal rögzítem. Ilyet szoktam egyébként használni meccsúszóhoz is. Szóval ez most jelen esetben fix. Aztán egy szivaróorom, nyilván ez a kis halhoz és az úszónak a terelhetőségéhez kell beállítani. Hát jelen esetben nekem egy ilyen 25-30 grammos lehet ez a szivaróorom, és a szereléknek a legfontosabb eleme, mindenféleképpen használjatok valamilyen harapásálló előkét. Lehet ez wolfram, drót előke, vagy jelen esetben, amit én használok, ez fluorkarbon előke. Én ezeket szeretem, mert ezek víztiszták, szinte láthatatlanok. Jó, mondjuk a csukázásnál ez annyira nem fontos, de egy sülőzésnél már igenis sokat nyom a landba, mert tudjátok, hogy a sülők milyen finnyás halak. Na szóval jelen esetben bele van kötve egy forgókapocssal. Hát meg nem mondom, ez most milyen vastagság, de egy fluorkarbon előke, és ennek az alján egy egyes méretű hármas holok, talán nem tudom, egyes vagy kettes méret, már régi ez a szerelék igazából, szóval most pontosan nem tudom megmondani, de megmutatom így a kezemben, így mindenféleképpen tudtok viszonyítani. És ennek a végére fog kerülni egy kis hal, egy élő kis hal. Na, már itt is vagyok. Ugye itt a hármas horog. Sikerült néhány snecit fognom. Hát ezt most nem láttátok, mert nem vettem fel. Itt van egy ilyen jó, hát egy ilyen 8-10 centis küsz. Ezt én fogom. Hát egyébként nagyobb csalihalat szerettem volna fogni, de hát ilyen sikerült. És itt az állánál szúrom fel. Ugye ennek az a lényege, hogy a küsz még tudjon mozogni, és én azt vettem észre, hogyha az állánál szúrom fel, akkor virgoncabb a hal, mint hogyha itt a gerince alatt szúrnám fel. De egyébként itt a gerince alatt is fel lehet szúrni. És a hármas horonnak a végét lezárom egy ilyen kis egyszerű kis szilikon csővel. Ezt csak azért teszem, hogy véletlen se verje le magát a küsz, de ez egy küsznél nem hiszem, hogy előfordul, ha egy kárásszal vagy egy keszeggel horgásznánk, az már jobban le tudja magát verni a
horogról. De azért lezárjuk, biztos, ami biztos. És így néz ki, jelen esetben az én csukázó felszerelésem. Léteznek még olyan módszerek, hogy amikor az aljára tesszük az olmot, és egy TL-osztóval középen tesszük fel a horgot, de én most ezt a módszert választottam. És itt a tenyeres kárász, és a hármas horgot a gerince alatt átszúrom, az egyik ágát. Fontos, hogy a gerince alatt szúrjuk át, ne sértsük meg a gerincét, mert akkor megbénul a hal. Egyébként október közepe van, remek őszi időnk van, süt a nap, nagyon jó kedvem van, reméljük, hogy ettől a pecától még jobb kedvem lesz, ha sikerül valamit fogni. Nézzétek meg a helyet. Aztán felszerelek, összerakom a felszerelést, és majd jelentkezem. Dél van, most értünk ki a vízpartra. Arra figyeljetek, az ilyen helyeken nagyon csembe kell lenni. Az előbb levettem a vödörről a tetőt, és elmentem oda a szántófőt széléhez, hogy ne zavarjam a halakat semmiféleképpen. Beroptam, próbáltam fűzöttel, meg mindenféle mókával, és egyszerűen nem jöttek a pontyok se az amúrok, aztán láttam, hogy valami hajtsa a kis halakat, és mondom be, megpróbálom egy úszós bottal csukára, és feltettem egy nagy tenyeres kárászt, körülbelül egy pár perc, és jelentkezett is rá a kapás, oda-vissza húzogatta a halat, játszott vele, kétszer nem vártam eleget a nyeletésnél, harmadjára meg túl sokat vártam, de ez volt az eredmény, ez a csuka. Nyerd már el, nagy tenyeres kárász. Gyerünk, gyerünk. Gyerünk. Hogy szedjem most szét a szákot? Úristen, most mit csináljak, szívem? Szedd már ezt a szákot. Hát de hogy a faszomba? Fél kézzel. Le kell tennem addig. Jó. Meg. Megy a felvétel? Megy. Gyerekek, én legalább 5 kilós csukát akasztottam. Úristen. Rendesen szőn. Látszódik? Úristen, igen. Nagyon úristen. Ez egy krokodil. Ó, teljesen elnyelte az ekkora tenyeres kárászt. Kérhetem a szákot. Igen, de menni fog egyedül. Igen, csak fedd fel. Jó. Remegek. Rendesen remegek. Azt hittem, hogy harcsó emerő volt benne. Tudok valahogy segíteni? Nem. Kamerázzál. Úristen. Látom, hogy fel van. Felvetted? Fel! Te Jézusom! Te gyönyörű! Légy szíved, jön meg! Nem fog beleférni a szákba. Kirángatjuk. Hát mit akarsz azzal a baba pillangóhálóval? Megy a felvétel? Megy. Indíts csak újat, vagy menjen nem folyamatosan? Nem kell mennem. Ez legalább egy méteres. Jó, hogy rám harapja. Ezért nincs itt ponty. Hát igen. Remegek. Nagyon-nagyon remegek. Gyerünk. Nem fér bele. Ez nagyobb, mint 5 kiló. Hát most mit csináljak? Nem tudom.
Nem merek érte benyúlni. Hát ne is. Fogjam a valamit? Igen. El fogja harapni a zsinort, körbe tekerte magát. Látom. El fogja harapni a zsinort. Nem fogja. Megfogd a botot. Megfogd a botot. Fogom. Ki a fényeket. Hogy kell? Szívem. Fényeket, nem tudom. Felengedtem. Felengedtem? Fel. Na. Megvan? Vigyed gyorsan. Ezt nem viszont be. Jövök. És még feljebb. Úristen. Életem csukája. Ez így... Hú. De ügyes vagy. Remegek. Remegek. Hú. Hú, basszus. Úristen. Úristen. Bocsánat, srácok, csak... Fogtál már ekkorát? Nem, soha. Mindjárt elájulok az izgalomtól. Hú. Megvan fogó. Úristen. Úristen. Gyerekek. Egy ekkora vízből, egy ilyen szörny csuka. Szerintem ez az ember életében nem sokszor adatik meg. Brutális. Itt a kopolcs jelen. Egyszerűen brutális. Nem akarom elhinni. Még most se. Úszóra jött és egy tenyérnyi. Egy tenyérnyi. Azt nézd, milyen fogazat. Kell a szájfeszítő, életem. Az mi? Itt lesz valahol az is. Megy, igen. Megy? Megy. Gyerekek, a csuka teljes hossza 92 centi. 92 centi, még mindig hatalmas extázisban vagyok. Én 5 kiló felett satszolom. Hú. Gyerekek, ezt nézzétek. 93 centi életem csukája. Brutálisan, hihetetlen. Még mindig remegek. Gyerekek, itt van előttem életem csukája, és tudjátok, hogy én mindig visszaengedem halakat. És ezt is olyan szívesen visszaengedném, mert egyszerűen megérdemli, hogy éljen. Nézzétek, a úszója nagyobb, mint a tenyerem. De sajnos az ekkora hármas horgot teljesen ideben nyelte a tenyeres kárásza, és attól félek, hogy valószínű úgyis elpusztulna. Ezért hát most ezt haza fogom vinni, be fogom írni a fogási naplóba, hazaviszem. Soha nem vittem még haza csukát, nem is kóstoltam az ízét. De ez most jön velem haza, kérlek, ne kövezzetek meg miatta. Ez most így alakult. Én voltam hibás, mert túlságosan benyeredtem, de már előtte kétszer rákapott, és mind a kétszer hamarabb rántottam, és harmadjára tényleg elmentem a végletekig. Hát végül is meglett a hal, de ez a halnak a vesztét okozza. Szóval nagyon sajnálom szegényt. Otthon azért még megmérem, mert a mérlegem az sajnos lemerült az elem, de a hossza majdnem egy méter volt, láttátok. Szóval köszönöm szépen, hogyha feliratkoztál. Lájkold a videót mindenféleképpen. Még mindig extázisban vagyok. Legyen nektek szép napotok. Sziasztok!